14 éremmel első hely a Moszkvai Kajak Kenu Európa Bajnokság érem tábláján. Versenyzőik aranyat szereztek a Rióba vezető út utolsó nagy állomásán, ahol Kozák Danuta arany triplázott. Ez volt Vajda Attila Kenu király egyéni búcsúja. Új válogató lesz a férfi kajak négyesben. Hát következik Barát a szövetségi elnök az aktualitásokkal. Jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! Öt arany, öt ezüst, négy bronz. Soha rosszabb edzést, fogalmazhatunk így? Hát igen, de azért meg kell mondani őszintén, hogy valószínűleg az ellenfelek is ugyanúgy edzésből mennek egy ilyen nagy versenyre. Tehát azért ennek a felmérés nagyon fontos, de nem tudod végletes következtetéseket levonni. Hát egyáltalán milyen következtetéseket lehet levonni, szóval, hogy ezt hol kezeli helyén a szövetség, vagy szakmai vezetés, a szövetségi edző edzésből jönni, mennyire segíti az olimpiai felkészülést, mennyire tekinthető, biztató előjelnek, szóval hol, 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 hol tudjuk belőni a, a reális helyzetértékelést? Ugye részlevők döntően két csoportra osztható plusz a verseny is. Ugye vannak, akik indulnak az olimpián, és már tudják, hogy indulnak, és vannak, akik ugye most küzdöttek ennek érdekében. De amit én nagyon fontosnak tartok Moszkváról elmondani, hogy egy egészen kiválóan működő, tehetséges, fiatal, csapat van ott, tehát akik helyettesítettek is, mert tudjuk azt, hogy bizonyos számokban egy fiatalok indultak, mert nem akartunk duplázni, vagy a műsor olyan volt, hogy nem lehetett duplázni, és ők világszínvonal eredményt nyújtottak. Tehát ez egész fantasztikus volt, férfi kajak 200 ba férfi 1000 méteren. mondva Moszkvában már ilyen szempontból Tokióra is tekintett a sportág. Igen, sőt, tehát a magyar bajnokságra visszatekintve, vagy pont előre tekintve és a válogatókra visszatekintve azt kell mondani, hogy itt egy nagyon komoly generációváltás van éppen folyamatban. A legnagyobb klasszisaink, akik az elmúlt 10-20 évben húzták a hátukon és vitték a magyar a sportot, azok közül többen úgy néz ki, hogy elbúcsúznak, és legalábbis nincsenek a trióban, hogy aztán milyen módon, milyen folytatás, azt nem tudjuk, de a helyüket olyan 19-21 évesek veszik át, amit szerintem most mutatta meg pont a moszkvai verseny, hogy akik ilyen felnőtt mezőnybe képesek ezüstérmet, bronzérmet szerezni, az öbbenetes eredmény. Na most elnök úr, ugye, ha már itt az állócsillagok vajda Attila hősies visszavonulása egyesben erről beszéljünk, mit szólt hozzá, szóval indokolt ez? Hát Attila azért másfél évtizede ott van az élvonalban és én azt gondolom, hogy ez pszichikailag, fizikailag is rendkívül nehéz vinni. Az ő búcsúja ez a negyedik helyjel egy nagyon-nagyon szép és nagyon tisztességes eredmény volt. Ő kicsit szerényebben is fogalmazta, de ez valóban egy nagyon értékes eredmény. Az, hogy vélgesen visszavonul -e, én azt nem tudom. Most valószínűleg van benne egyfajta fáradtság, egy, talán egy minimális elkeseredettség is, hogy nem ütkéri ki de kétségkívül az elmúlt években a nemzetközi Kenu mezőnyben két-három olyan csillag jelent meg, és stabilan jelen van, akinek a legyőzése az már nagyon-nagyon nehéz számára. Az, hogy ő továbbra milyen módon fog versenyezni párosban, négyes hajokban, minden, ez majd elválik, de az ő, ő karaktere, az ő kitartása, az ő humanitása, az egész emberi viszonya, a társai az való viszonya, a nyilatkozatai olyan példamutatók, amit nagyon-nagyon meg kell becsülni azt úgy nagyjából láthatjuk, hogy Vasbányai Henrik lesz az utó, tehát a következő Kenuk király Magyarországon? Hát nagyon sok fiatal van, aki szépen jön fölfele, és azt szerintem mindig ez úgy van, hogy egy nagyon nagy egyéniség kilép abból a mezőnyből, akkor hirtelen megnyílik a lehetőség, és ez egy többlet, többlet erőforrást ad a fiataloknak. Henrik egy nagyon nagy képességű versenyzet, reméljük, hogy most Tokióban már megmutatja magát a Dókióba, amit mint mondtam, Rióban. Hát <laughs> majd még ott is, igen. Na most uh, Kozák Danuta, illetve a Gabi, ők igazi állócsillagok, és nem a uh, már visszavonulni készülő fajtából, hanem a, a még az abszolút a zeniten lévő generációból. Uh, mellettük uh, kik vannak mondjuk most, nem is azt mondom, hogy olyan formában, ez majd kiderül ki, milyen formában van, hanem korilag, meg egyáltalán olyan állapotban, hogy, hogy leginkább várható tőlük a nagy eredmény nem azt mondjuk rá, hogy majd meglátjuk, mert nagyon sok nagy eredményt elért már, hogy még összejönne, meg nem azt mondjuk, hogy nagyon fiatal és tehetséges akár kijöhet belőle, hanem úgy, úgy pont a zenitem. Hát egyrészt az ő álló jellegük, tehát a Danutának és a Szabó azért még egy tíz évig még körülbelül ott lesznek, tehát ez valóban egy nagyon-nagyon kemény jövő, és ilyen perspektívában jönnek fel a fiatalok. Hát ott van Kárász Anna, aki tavaly ugye él, fölkerült valóban a csúcsra, idén nem nem tudta ugyanezt talán megisméteni, és ez egyfajta keseredettséget is jelent. Ez igen, a most most az mert ugye van méltatlankodás a sportágon belül, hogy ő kimarad a négyesből, mert például azért igen, lehet, lehet látni, ha a, szegediek Facebook oldalát is nézzük, szóval a keserűség van meg. Abszolút a, van. a szövetséget. Abszolút annak, és ha az Attilára azt lehetett mondani, hogy egyfajta példa, akkor az Anna magatartása, viselkedése, a többiekhez való viszonya, az ő kulturáltsága. Ez egy igazán egy olyan példa, ami a fiatalok előtt mindenképpen követendő. Őnál az az egyetlen egy gond lehetett, hogy talán tavalyi évhez képest nem tud igazán előre mozdulni. Csipes Tamara viszont visszajött ebbe az élmezőnybe, és meg is előzte őt egyesbe, és a párosuk hogy egyébként nagyon jól ment. Rendkívül módon sajnálom, de egy négyesben négy hely van. Tehát itt az annál, Annát nem is tudom, hogy hogy lehet erkölcsileg jól megbecsülni ahhoz, hogy ő ne elkeseredetten, hanem boldogan és erővel induljon tovább egy érdekességgel is hangzott tegnap, azért hogy mondjam el, hogy, hogy ugye Storz Botond volt az a, az a, szerencsétlen helyzetű fiatal versenyző, aki Atlanta előtt eperleves okán nem tudott két számban is indult volna az olimpián, és nem tudott elindulni a friss világbajnokunk. Tehát pont a, ő a vezetőedző, akinek ilyen döntést kellett hozni, aki személyesen átesett már egy ilyen nehézségen. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, azért fantasztikus tehetségek voltak ki Moszkvába, és előtte is az ifjú 23 as világbajnokságon sorra nyerték a lányok, a, azt kell mondani, gyerekek a nagy versenyeket. Homonai Luca 20 éves, és ott volt most az Európa Bajnokság ugye, döntőjébe, párosba és már a világbajnokságon is tavaly jó eredményt ért el. Bodonyi Dóra ez is térmes volt, szintén nagyon fiatal versenyző, és több más ilyen is van, hát Janis Natasával küzdött, luckis lány, akikből három van egyébként a Magyar Kajak is Fordba. Tehát én azt hiszem, hogy mi egy nagyon-nagyon komolyan feltörekvő és kőkeményen küzdő fiatal csapat találunk föl. Hát ezért is ö, ennek a rivalizálás ö, eredményezte a, a, a további nagy kirak, ki, kimaradókat. És igaz, hogy már szóval került Janis Natasa, vagy Kovács Kati, Molnár Péterék. Ö, lehet, hogy vannak azért... Bocsánat, tud mondani, van az olimpiai csapatban kétszázon. Ajaj, igen, azt tegyük hozzá. Na szóval azért a másik, hogy azért lehet mondani azért gondolom olyan ö, távokat, vagy olyan egységeket, ahol, ahol lehet, hogy a itthoni rivalizálás lesz akkor mint az olimpiai verseny, nem? Hát az a nőknél egy egyértelmű volt, és most már a férfi kajakban is nagyon örömteli, de ez jelenik meg. Tehát a magyar válogató, ugye a második helyzet kopasz Bálint, egy 19 éves hihetetlen képességekkel rendelkező fiatalember, ugyanúgy ott volt és megvert a, a, világ élvonalába tartozó palszent és másokat. Tehát olyan, 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 erővel jönnek fel ezek a fiatalok, hogy remélem, hogy a hazai bajnokság az legalább olyan erős lesz. De azért ezt meg kell mondani, hogy túlzott elvárás ez a téren, nem szabad az olimpiával szembenézni. Tehát a, az olimpián a német férfi négyes, a német más csapathajok, pároshajok hihetetlen erősek, és nagyon visszajöttek az élvonalba. A nőknél ott van az új-zélandi kis Kerington nevű fiatal kislány, aki szintén még 25-26 éves, tehát hosszú távon ott van. Ott vannak a fehér oroszok, akik négyesbe tavaly megvették a magyar négyest. Kenuba föl megjelent egy olyan moldáv testvérpár, amelyik hát utca hosszokkal nyert versenyt, világkupát, tehát én azt hiszem, hogy itt egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz küzdelmünk lesz ezen az olimpia. Talán egyik legnehezebb. Hűteni a várakozásokat. Igen, én azt gondolom, hogy legyünk nagyon-nagyon reálisak. A világ is volt, hogy dinamikusan fejlődik, húzódik szét. Hát most ezen az Európa bajnokság, mint Portugál Pimenta, olyan gyönyörűen verte meg a toronyesélyes két másik versenyzőt, ami, ami tényleg elég ritka. Tehát itt egy állandó fejlődés, mozgás van. Azért a nagyon nagyok azok mindig visszajönnek ezekre a nagy eseményekre. Ilyen lesz remélem a magyar csapat is, ilyen lesz a női csapatunk is. Remélem, hogy vasbányaiék pedig áttörik ezeket a gátakat. No, viszont egy nagy kérdés, amire már utatunk a férfi kajak négyes, ahol kinyílt megint a válogató, azok után, hogy az Európa-bajnokságon a korábban ugye az olimpiai ezüstérmes kamereréket megverők nem tudtak úgy teljesíteni, amire rábólintott volna a vezetőedző, hogy akkor itt megtörtént az őrségváltás. Lehet-e a kérdésben jó döntést hozni? Hát lehet jó döntést hozni. Hála Istennek a van ugye a pályán dőlnek el a versenyek. Tehát azért a versenyszámokban a 12 olimpiai számból 10 egyértelműen konkrétan aki nyeri, az viszi. A négyeseknél van ilyenfajta nehézség. Itt az a, az a baleset történt, mondanám így, hogy a Kamerer vezette négyesek, akik négy éven keresztül mindig ott voltak a csúcson, nyerték az Európa első nagy versenyt is. Ezüstérmesek is voltak a világbajnokságban, ők nagyon forma alatt is versenyeztek itt a válogatón. Egy tehetséges fiatal négyes megvertőket, akik viszont nem szerepeltek elég meggyőzően. Én azt gondolom, hogy a következő mostani válogató verseny meg fog jelenni még fiatal tehetséges négyes, tehát egy nagyon jó verseny lesz. Aki győz ezen a versenyen, az fog menni. Tehát teljesen kinyílik a, a kettőjükön kívül is az érdege, hogy. Igen. Na most. Um, ugyanakkor ez az újabb válogató történjen, bár viszont ennek mindenképpen el kell dönteni ezt kérdést, tovább ezt már nem lehet húzni, tehát nem, nem lehet, lehet húzni, mert mert három hét... válogatót csinálunk. Nem, nincs három hét ilyen. van az olimpiáig, tehát rettenetesen rövid. Ugye a nőknél is azért kellett hamar lezártni, mert az ott a tapasztalat, hogy azért egy pár evezéssel, egy-két evezéssel azért már nem lehet azért vonalban ott eredményt elérni, láss tavalyi Milánói világbajnokság. A férfiaknál marad utána három hét, hát annak a csapatnak arra kell fölkészülni. Na most a mixelésről lehet szó mit gondol? Mármint hogy akkor el, nem megbontani a jó, ez abszolút az, az edzők, edzőknek uh -huh. és a vezetőedzőnek a kérdése. Nem nagyon hiszem, hogy a kamerás négyesbe bárki belenyúlna, lett volna ideje négy év vagy öt év, de egyformán jól te is tettek, és ott voltak az egyes páros versenyeken is a magyar. De hogyha állogató, mondjuk a másik uh, négyes nyerné, Hát akkor és nem, a, a kamera elég hát nem, nagyon nem? Hiszem. nem? Én ezt nem nagyon hiszem, akkor ott jogosan mindenki megkérdezheti, hogy megnyertem ezt a válogató versenyt, most mit akartok többet? Tehát uh -huh. én azt hiszem, hogy ez így fog maradni, Jó, ahogy az Na most, hogyha az olimpiai számokat nézzük, ugye az ebben három arany, két ezüst, két bronzérem, ez ugye egy bronzal több éppen, amit a londoni olimpiáról hozott a kajakkenú csapat. Hát nyilván ez, ezt, ezt, így most láthatatlan aláír jóban, nem? Én láthatatlan aláírnám. Én azért azt gondolom, hogy egyes számokban, például a férfi kajak párosban, a 200 méteren például a fiatal párosunk van, hogy meg a 201-esben meg sem mérettük őket, hiszen ott fiatalok mások indultak, ott azért lehetnek pozitív meglepetések. De ami az összeredményt illeti, az, hogy hat érmünk legyen, és az a 40 pont körüli 36 és 44 közötti pont, most 46 volt olimpiai pont, az mindenképpen zseniális volna, és szerintem hosszú távon tovább is új lendületet adna. És azt mondja meg végül elnök úr, hogy mi lenne a, vagy mi lesz a legnagyobb kérdés a saját maga számára. A, a, csapatból? Tehát ki a, ki a, legizgalmasabb kérdés? Mindenki rendkívül izgalmas kérdés. Hát három nagyon fontos kérdés. Az egyik az, hogy Kozák Danuta, aki most csodálatos, olyan versenyt volt 500 amit én nem láttam az elmúlt 22 évben. Tehát nem tudom, ki látta, ki nem látta. Gyakorlatilag egy megállt a rajt után, mert nem volt jó a rajt, ugye nem, nem hangzott el igazán a rajt, mert látta, hogy már másfél-két hajóval elmennek előtte, és utána ezt a mezőnyt meg tudta verni, ilyen a világon még nem volt hogy ezt meg tudja ismételni az olimpián is, ez pszichikai felkészülés, sok másfajta kérdés, triplázás nehéz ügy. Dombári Bence és Ufnágel párosa, vagy Dombári egyese még ekkora versenyen így nem méretőzött meg, most megmutatkozott, hogy igen, nagyszerű képességük van, de a Bencének egyesen egy nagyon nagy kihívást tesz. Ugyanazt kell mondanom a férfi 200 párosról, akik megverték a tavaly kétszer világbajnokságot nyert párost, nekik is ott az esély, nagyon nagy kérdés, és Vasbánya a pedig, hát ez szerint csodálatos képességű kenusok, nagyon kívánom nekik, hogy önmagukat le tudják győzni, mert nem a képességekben, van egy nagy valószínűleg egyfajta verseny, koncentrációs kérdés van csak náluk. Na, legyenek jó válaszok, én azt kívánom. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm szépen.